az első órában érkezett meg a Mikulás a Zöldmező utcai általános iskola udvarára. A diákok már nagyon várták a télapót, aki szaloncukorral kedveskedett a tanulóknak. A nagyszakálló az ifjúsági kerekasztal jóvoltából érkezett meg a versenyautókkal. Horváth Tamás képviselő elmondta, fontosnak tartják, hogy jótékonykodjanak, minden évben megteszik ezt. Az ő felkérésükre mutatták be a kocsi tulajdonosok féltve őrzött járgányaikat is. Ezek az autókkal még mai napig versenyzünk, de egykori rally autók voltak. Minden hónapban vagy két havonta azért egyszer elmegyünk egy-egy versenyre velük, ugye mai napig versenyezek, versenyre is vannak felkészítve. A fiatalok beülhettek az autókba, és a motorteret is megnézhették. Az osztályfőnökök által kiválasztott, legszorgalmasabb tanulók egy élményútra is elmehettek. A főtérre hintóval érkezett meg a nagyszakállú. Rengetegen várták már, hogy üdvözöljék a jóságos télapót. A bátrabb fiatalok énekkel vagy verssel készültek a Mikulásnak, aki ajándékkal hálálta meg a lelkes fogadtatást.